Sziasztok, Gamikós Mihály vagyok, és ez a Robinson Crusoe-s játék a Scratch Coolest Project-em, és akkor véletlenszerűen kipakolja a fákat, meg a köveket, meg a mindent. Space-szel tudom őket elbontani, és ebből nyersanyagot szerezni. Eszek egy kicsit, erre tudok ilyen gyümölcsöt tenni. Ebben léptem át ide az inventory-ba. Ez a fa, ez az élőfa, ez a gyümölcs, ez a kő, ez a hús, ez pedig a kenyér. Na, space-szel tudom így összeszedni az egereket, hogy húst egyen belőlük. Na, most jó, akkor szerintem úgy itt, de építek egy farmot, jó. A farmot efel építettem. Na most akkor mire van szükség? Ja, mondjuk egy kis... nincs étel, az mondjuk lehet probléma. Na most van egy kicsi, akkor jöttek. Na akkor jó van. Kicsit egy barangot, jó, nem szedte össze a fákat. Jó, szedjünk egeret. Jó, most szintén space-szel learatom a veteményet. A barlangot azt C-vel tettem le, a egerek húsát azt Q-val leszem meg. Na, új év, de jó, örülünk neki. Itt ez az élet, ez az energia, ez a puskapor, ez pedig az idő. Alapesetben 10-30 év, amíg jön ide egy hajó, de most a felvétel kedvéért levettem, hogy beleférjünk az időbe. 10 évre. Na, a kannibálokat is ugyanúgy... a fenébe eltűntek a kannibálok, pedig meg akartam mutatni, és lehet sebződni is. Na mindegy. Így. A bajszom az nagyon jó favágónak bizonyult, B-vel építek ide egy házat. Szerintem most így előbb szerzek ételt. Na, akkor itt tovább portyázok. Hát, ha befutok egy kondiba. Jó, ez kellhet. Egy. Na, tüntessük a fél erdőt. Na, már megint elfogyott az energiám. Szuper. Ide úszok a szívecskére. Na jó, szerintem ezeket lesz. Na, itt a kannibál. Nagyon durván lesebzett. Na, akkor most visszamegyünk a házikóba. Eszünk némi kaját, és most elméletileg, visszagyógyultunk. A halált azt inkább közben kihagynám, meg tudnak ölni, és akkor egy ilyen nyomi-nyomi gondolatuk lesz. Közben szintén tovább gyűjtöm a nyersanyagokat. Levelök egy pár egeret. Mindjárt van vissza. Jó, mondom egeret, amit kúval leszek a gyümölcsöt, ha még nem mondtam volna, akkor ezzel a a kenyeret pedig X-el. Na, azt a kannibátot leszettük, jól van. Hoppá! Új év! Új évkor újra véletlenszerűen generálódik kő meg fa. A hordók meg folyamatosan jönnek létre, hogy legyen puskapor utánpótlás. Így ezt köszöntem. Na ti egere, mi lenne, ha jönnétek segíteni? Mondjuk... Lehet, hogy nem a legjobb helyen állok, új év, már csak egy év van, mindegy, még itt az inventory-ba elvel lépek át, jó, akkor ilyet.
Tettem egy kis gyümölcs. Egy. És most már, hogy így közeledek a tizedik évhez, figyelem, hogy mikor jön a hajó. Kannibál, ez nem jó. Helyes, nem mehetted bennünkkel. Megyünk hajózni, nehogy lekéstsük a hajót, és akkor mindjárt elvisznek minket a hajóval. Égni. És akkor ennyi is lett volna. Miért ezt készítettem? Hát mert, mint már megírtam, nagyon megfogott a Robinson Crusoe regény, és túlságosan is beindította a kreativitásomat, és kitaláltam, hogy csinálhatnék belőle egy játékot. Mik voltak a nehézségek? Hát például az, hogy amikor először próbálkoztam a hajóval, akkor még úgy csináltam, hogy egyetlen egy nagy vét, tehát várblokkot tettem be, és amiatt a szegény macska csak annyit tudott csinálni, hogy ment, de amúgy semmi más nem működött, tehát hogy tudott itt össze-vissza mászkálni, de más nem tudott. A többit a hajó visszaszámlálása lefogta, aztán később megoldottam, hogy legyen itt az év, és akkor bizonyos évnél jelenjen meg a hajó, a másik, hogy még ami problémát jelentett, hogy kezdetben még a élőfákat is lehetett ültetni, de mint hogy nem ugyanannyit adtak vissza kivágásukkor feltétlen, mint amennyi az ültetésükbe kerül. Ezért csináltam azt, hogy a fák is évente termelődjenek újra. Még szeretnék fejleszteni ezen, tehát hogy amikor a macska eléri a hajót, akkor legyen valami befejezés, és ne csak így minden szublimáljon. Tehát hogy történjen is valami, ne csak eltűnjön minden, és itt maradjon a macska meg a hajó. Köszönöm a figyelmet!